ügyében vagyunk. Jó, oké. Okay. Szeretnénk megkérdezni a kis Koszla párost, hogy hogy ízlettek, hogy ízlett a kávé a teszt után, és hogy milyen érzésekkel tölt el az, hogy itt lehetsz a pénzmosók körében, és hogy te itt ezen a versenyen itt tudtak rajthoz állni, és egyáltalán. Hát a kávé az egy nehéz eset volt, mert az emberem azt csak látta macchiatót iszik, úgyhogy ez nehéz volt felkutatni itt Komlón, de sikerült, az Agyik úton tudtunk fogyasztani egyet. A kávé után már minden rendben volt, de szarnia kellett nyárás volt, és ott a szűkön szar félreállni, nem tudnak elkerülni. De örömmel teli volt a délelőtt, de mindenen túl vagyunk, le van gépkönyvezve a kocsi, föl vannak a bakelitek, úgyhogy támadunk a prológon. Jó, rendben. Navigáltad, hogy iszlik a sör etapon? Nagyon finom az áru, csak kicsit döcög az út, kiütni a fogamat, de azért már láttam a tinédzser kislányok, hogyan csinálják az ügyes technikát, elestem mindent. Hogyha meg tudnád mutatni, akkor nagyon örülnének a tévénéző gyerekek. Köszönjük szépen! Na dugj egy egyet! Mit? Dugj egy egyet és hajrá Kaposvár! Jó kedv ma van! A navigátor úr egyébként, nem áll! Úgy egy újra versenyen. Hát Aradot kihagytuk, ezt terveztük, ezt a komlói dolgot, itt jók a pályák, meg éppen ráérünk most itt a hétvégén, hát szeretnénk célba érni, különösebb elvárás nincs, majd meglátjuk, hogy hozza a dolog. Sok nézővel egy kis lógatás belefér, nem? Persze, húzogatjuk a kézőféket, bevegyünk a 70-i kocsmába, interjút adunk, aztán el leszünk, de befőtt. Jó, akkor a lányok húzogassák a szoknyát főfele inkább, nem? Bízunk benne, be van a kiramítva a 70-en. Köszönjük! Kis Koszta párost a prolog rajtvára közeljába. Az izgalmak fokozódnak. Mi jut eszetekbe legelőször, amikor ez a kérdés elhangzik egy riporter szájából? Fekete Volga kombi. Fekete Volga kombi. Azt, hogy abba akarok megnősülni augusztusban. Jövő augusztus? 2014 augusztusát tudná. Na, amúgy vártuk már ezt a mai napot, ezt a neves alkalmat. Igen. Próbálok nem balfaszkodni itt a prologban, úgyhogy mindig kevesebbet. Nagyjából ennyi. Állítólag, mert a tízemeletesekben gyűjtöttek nagyobb mennyiségi tojást, meg üzét, száraz krumplit, paradicsomot, aki béna, azt megdobálják. Úgyhogy... Menjenek vissza a főszarrendelő, azt főzzék meg, és jövünk a prolog után enni. Nem, akkor a prolog után találkozunk. Ügyesen. Ezek tudja, csak a ladásokra megyünk, a többiek buzik. A ladások meg szeretik egymást, tudod, és az a másik fele. Már megy. Zsíros urám mellettünk, kérdezzük. Ki a zsíros úr? Ki a zsíros úr? Akkor menjél máshova, zsíros úrnak akarsz hívni. A prologbeli élményekről kérdezzük. Igen, kit? Kit kérdezel? Zsírpapát, nem? Na, azért mondom. Jaj, nem merek ilyen. Nem mesz ilyet, mondnál. Mondjál ilyet a zsírpapát. Figyelj ide, a prolog nagyon jó volt, viszont most beállítottuk a szúrómat. Látod a... Öngyújtom, én letört valahol? Látod a szúrót? Most ezzel, hallod, ezzel olyat tudok menni most az estére, hallod? Beszartok, komolyan mondom neked. Keresztbe megyünk mindenhol, a szúrót bekapcsolom, és mindent fogok látni, az összes nézőnek így fogok integetni. Na, ez minden ladásnak így kéne kiállni, nem a versenynek. De hát mindegyik így áll hozzá, mindegyik ilyen bolond, mint én. Figyelj, 50 hát de azon a másik kocsin zsírúj gumik vannak hátul, ez nem éppen kedvező. De az kedvező. Ő lassabban megy, és biztonságosabban, tudod, és azért tette föl magának az ujjakat. Én meg a kopottakkal megyek, de én meg kopottal is tudok biztonságosan menni, tudod, és akkor így most tök jó. De kis csaci különben meg muszáj neki, mert ma a vén szar, tudod, azt nem tudja kordába tartani a kocsiját, és innentől kezdve muszáj neki új gumival menni, mert fél, hogy elcsúszik, érted? Akkor ezt teljesen érted. Okay, akkor jó versenyzés. A Hegyhát Marosz TV mellett Szabó Földes úr. A váltógyilkos, kérdeznénk a prologbeli teljesítményről. Hát az elég síralmasan sikerült, mert ugye most szálltam ki a traktorból, és ahhoz voltam szokva, hogy erősen be kell rakni egybe, meg jól kerreg. Ez a ladánál nem vált be, úgyhogy elfáradt az egyes fokozat, és most váltó cserét kellett végrehajtanunk, és akkor így folytatjuk a versenyt. És mi a terv ezután? Hát váltócserét, még egyszer nem szeretnék váltót cserélni, aztán... Egyébet nem tudok elmondani. Köszönöm, kapcsolok ki. Azért még annyit szeretnénk kérdezni, hogy a feltörekvő ifjúságnak... Nem, köszönöm. A feltörekvő ifjúságnak a... Miért nem valami rendes matchboxa van, ilyen traktorokkal járkál itt ez a gyerek? Hát mert
hogy szokja magát a dolgokhoz. Tehát egyből munkára kell nevelni, tehát hogy egyből hozzászokjon az élethez. Benne nem beszél még, nem? Egy-két szót azt már mond. A legjobb? Zsombi. Zsombi, hol a fütyid? Zsombi, hol a fütyid? Ott a fütyid. Lejjebb van a fütyid. Jó napot kívánok! Köszönjük szépen! Hát akkor már csak kicsit elszégyeltük már. Köszönjük szépen, hogy visszatérünk. Dászt vidánja. Zavarodom. Az meg a kóla. Bocsánat, kérek. Jelgyünk, te... Melyik te tévének dolgoztad? Addig nem. Mert? Mi a... Privát Spice. Mi az Ercsi tévétől vagyunk. Kihelyezett tagozat. Szeretnénk kérdezni és üdvözölni egyben a régiói visszatérőt Hadula Misit, hogy milyen itt a pita, gyrosz pitában? Más, mint éjszakon? Köszönöm szépen a üdvözlést, egyébként jó hideg a tészta. Nagyon örülünk, meghívott minket a Margo TV, mi örömmel elfogadtuk a meghívást, úgyhogy megyünk egy picit, autózunk a nézőknek, meg magunknak. Akkor nem lesz semmi ortúróskodás, hanem inkább csapatás. Hát bízom benne, bár mondjuk az éjszakai gyors miatt nem merek én most utcai gumival kimenni, de holnapra el fog fogyni a versenygumink, mert van 4 darab, úgyhogy valószínűleg holnap már második, harmadik körbe fel lesznek az utcai gumik, mert csak azok vannak, úgyhogy azok már látványosabb lesz biztos. Milyen érzés volt a prológon elrajtolni és jót lógatni? A jó lógatástól azért szerintem messze volt, hát nagyon be vagyok ragadva, én 2 éve ütem ebbe az autóba utoljára, meg Zsiguliba is egyébként, úgyhogy, de egyébként jó volt, szerintem nem lesz probléma. Köszönjük, akkor hajrá, majd holnap meg zavarunk. Jó estét kívánok! Hogyha a Hegyhát Maróc Rally TV riporterét szeretnénk köszönteni a friss diplomája alkalmából, és mivel erősen kötődik Hegyhát Maróc községhez, ezért egy földhöz ragadott ajándékot szeretnénk átadni. Péter, kérlek, add át az ajándékot! Egészségedre! Köszönöm szépen! Mi ez a darabszal? Bátran! Hülye egy MTZ? Hogy mi ez, Belarus? Hát köszönöm szépen, régóta vágytam. Sok sikert hozzá! Az majd a következő diplomád, ne? Kurva életben! Köszönöm szépen a Hegyhát Maróci lakosok nevében! TV kihelyezett állomásának újdonső riporter Rász Tibor, aki N. Tamást, vagy F. Tamást interjúvolja. Egy régi új ennek bajnok, aki ezen a versenyen újra megcsillogtathatja nylon kezű tudását, de ahogy hallom, most az ennes autó mégiscsak ott marad. Vázolnád a verseny előtti felkészülési terveket és a versenyen várható fejleményeket? Te szóhasod valahonnan, passz meg! Na kép, a képernyő. Mi? Szatír vagy, bazdmeg. De úgy nyilatkozz, ezt le fogja adni a tévé. Az aztán baszottuk el nekünk, hülye gyerek. És mire vagy kíváncsi? Hát arra, hogy hát relézünk, hát most... Relézünk, menő. Autózunk egy kicsit, aztán kész. És mi csináljunk otthon? Segítettem volna összerakni a kombidat, de bazd meg, nem akartad, akkor eljöttünk relézni. A tagozat előtt Lepold Dániel, a Lepold sport videó. Hasonló na? Nevű. Attila! Emberkéje. Szóval Dániel, most, hogy előttünk a vércek, mögöttünk a mezőny című előadás. Hova várjátok magatokat a sima endbe? Tehát nem az N hardba, hanem az N lightba. Hát szeretnénk befejezni a versenyt. Így? Kivéve, hogyha megborotválkozik ez a majom. Majd meglátjuk. Kicsit gyengébb esélyekkel indulok, mint ők. De még bármi lehet. Még bármi lehet, értem. Amúgy milyen a viszonyod a kategóriatársakkal? Na, szeretem őket, igaz, hogy másik nemhez vonzódnak. Főként. Tehát a lányokhoz. Vagy nem? Nem nyilatkoznák, ha nem muszáj ezekről. Hát Marasz TV kamerája előtt Köbli Károly. És navigátora Bán Viktor, de nappal másik irányba kéne állni, hogyha lehetne.
Szeretnénk kérdezni a... Nem tudok ennyire visszazoomulni, kicsit hátrébb kéne állni. Szeretnénk kérdezni a Baranya kupai futam rajt előtt, hogy milyen reményekkel vágsz neki, vagy vágtok neki ennek a futamnak. És hogy készültetek föl erre a versenyre? Nagyon. Nagyon. És jó. Kérdezz. Nem is tudok már mit kérdezni. Na, kérdezz! Kérdés csokorral érkezem. Szeretném megkérdezni, hogy a múlt hétvége úgy hallottam. A múlt hétvégén úgy hallottam, teljes egészében az autófelkészítésnek éltetek, és úgy a péntek éjjel, szombat, egész nap az autó felkészítésével foglalkoztatok. Igen. Igen. Tudod, hogy nézek? Mint a növényi Norbert. Tudod ki a növényi? Norbert! Szeretnénk megkérdezni, hogy a... Hol a Norbert? Hogy a 15-20 évvel a birkózásban eltöltött, vagy cságáncsozott, vagy birkózott a növény is? Kickboxolt is. Eltöltött, a sportban eltöltött 15-20 évet után a kisebb fajta büntetőper, amit a nyakadba akarnak akasztani, mégis teljes nyugalommal vágsz neki az első gyorsaságinak, anélkül, hogy ezek megfordulnak a fejedben, vagy átadnád magad teljes egészében annak, hogy ezen a pályán a maximális határokon áthágva az első helyért. Még egyszer, ha nem tudnám. Igen. Hát köszönjük. Kamerája előtt Ranga László. Szeretnénk kérdezni, hogy miért volt eltűnve az elmúlt egy évben, és milyen reményekkel vág neki ennek a Baranya kupai futamnak. Ahol nála méltán sokkal kisebb tehetségű pilóták vesznek részt, hogy nem-e lesz túl könnyű ez a győzelem. Az lényegtelen, hogy hol voltam eltűnve. Most figyelj oda rám, bazd meg. Maros TV köszönti P. Botond, színművészt. Hogy is volt akkor az első kör? Hát Sövelsától gyakorlatilag Bordeauxig eléggé rossz volt, de Lyontól én úgy érzem, hogy a párizsi szakasz az megyek. Balázs, lehet, hogy nem látod már a jeleket, mert ledaráltuk a gumik oldalát. Beljebb van a jelannál. Nagyon jó. Na, akkor most térjünk vissza az eredeti verzióhoz. Szóval akkor hogy áll az időeredmény? A Robi nagyon jól megy. Nagyon jól megy a Robi, úgyhogy egy kávészünettel vagyunk mögötte. Az akkor másodperce 9. Másodperce 9. Nézők sokan vannak? Ez az autó ez viszonylag lassú, úgyhogy lehet nézni a nézőket jobbra-balra. Soha többet nem foglalkoznak beengedni a kutyájukhoz. Igen, a néző, úgy megyünk, hogy lássák a reklámot, ugye, hogy Mixi mondaná, gyakorlatilag ki van fizetve. Károly áll mellettünk a gyűjtőben elkaptuk, hogy tetszett az első szekció, milyenek az eredmények, és a folytatásban mire számítsunk. Ez egy intenzív, 45 másodperc összefüggő beszéd. Lassan. A lényeg az, hogy nagyon tetszett az Árpád tető is, tetszett a nyárásföld is, a nyárásföld eleje annyira nem. Tehát az olyan volt, hogy a hóba mennénk valami jó téli gumival. Szeretnénk még nagyon jól menni. Most. Időeredmények tekintetében? Azt a kategóriában talán ott vezetünk, a többit meg annyira nem tudom. Az 1-6 light-ot szoktuk nézni, de azok azért elvernek ám nagyon most. Nem sokkal. Suga Viktor nem sokkal. De sokkal. A folytatásban egy húzós? Jó húzósat menni? Mert szárad a pálya. Biztonságosat. Meg hogy jól érezzük magunkat. Akkor remete retet. Sugjál még. Remete retet meg kéne kézifékelni. Remete retet? Nem tudom. Zubákon kézifékeztünk, ugye? Nagyon jó volt. Tetszett. Ott. Kérdezz még valamit. Hát annyit szeretnék már csak kérdezni, hogy mi a fasz keres a Magyar Péter a Molnár Zoli mellett, de mindjárt megkérdezzük. Magyar Péter, mit keres egy jó ladába, végre egy jó autóval, Hegyhát Maros TV köszönti az egyetlen máig élő birjáni pornósztárt, aki már láttam esztelenül Stepán Árpádot. Kérdeznék, hogy hogy jött ez a felkérés, hogy te itt most ebben az autóban navigálj? Ezek szerint nagyon kapos vagyok. Úgy volt, hogy két helyen is megyek. Hát az Olika hívott, nem volt navigátora, és én jöttem. És akkor Wagner úr, az alma? Nem lett kész az autó. De különben maradtunk volna a Clio-nál. És hogy tetszik? Már ütél azért már ladás versenyző mellett. Most ez egy másik ember, más színű a haja, más a testalkat, más a motor egyáltalán. Hogy tetszik? Meglepően kurva jó, nagyon jó szedi a lábát, bár mondjuk végig szoptuk eddig a mindhárom gyorsod, de jó, nagyon jó. Mesélj ezekről a szopásokról. Ezt te jobban tudnál, az első gyorson megforogtunk. Hol?
egyes volt a pilóta? Az Orfűi elág előtt abban az Omegákba, az egyikbe, Szabó Feri kanyarba állítólag, ott megcsúsztunk, megforogtunk tolatás jobbra-balra, benn maradt egy 7-8, ez volt az első szívás, a második gyorson letört az úszó, szét kellett szedni, úgy lett fölgyorskötözőzve, benn maradt, nagy nehezen kiértünk, lassú defekt, azt is megcsináltuk, etapon a fék nyeregesett szét, 6000-ig forog a kocsi, ropog, de megyünk. Kikéstünk 3 percet. Talán szokatlan ez a kaposvári páros után, nem? Ja. Jó magam szervizelek neki. Igen. 3 percet kikéstünk, de itt vagyunk. Rendben, köszönöm. És támadunk. Csak tovább. Köszönti a pécsbányai locsolós fiát, és buszos fiát is. Szeretnénk, ha értékelni ezt a versenyt. Illetve az egész szezont úgy unblock. Ez egy intenzív, itt másfél-két perces beszédet jelent. Menni fog? Levegőt vehetek? Igen, fogd meg a mikrofont, légy. Konkrétan mit szeretném, mit értékeljek ezen? Magát a versenyt. Szerintem iszonyatos jó verseny volt. Nem tudom, az év legjobb versenye számomra 100%-osan, mert olyan pályákról szólt, amik nekünk azért aránylag fekszenek ezek, amikor ötödikbe fogcsikorgatva át kell menni a kanyarokon. Azért az utcai gumi meg kúszik rendesen, hogy kell ellenkormányozni is sokszor. Aztán ezért csináltuk ezt az egész kategóriát, hogy ez erről szóljon. Most hál' Istenekbe is tudtuk húzni a kategória bajnoki címét, így egy versenyen a bajnokság vége előtt. Molnár Zoléknak volt technikai gondjuk, úgyhogy így szinte mondhatjuk azt, hogy az ölünk bepottyant, mert az első két gyorson annyi rumlink volt, hogy amennyi egész évben nem volt, volt két forgás, mindig szidom az ellenfeleket, aki megforog egy ilyen elágazóba, ahol egyesbe kell fordulni, az most kettő volt ilyen nálunk, pont meg volt egy, amikor hál' Istennek a nézők bakonyán visszaraktak az útra, döntöttek két fát, hogy átemeljék rajta a kocsit, meg mit tudom én, és így tudtunk tovább menni. Így is meg lett a második hely is, minden. Ja, köszönjük szépen az egészet a csapatnak, az egész heti munkát, mert ezen a héten épp csak 7-szer volt lent a váltó a gépjárműről. Azt ennyi. Örülünk neki a Bencével, hogy megnyertük a bajnokságot. Rendben, hát gratulál ez a Hegyhád Marasz tévés távja. Mikrofon végén, már nem egyáltalán nem szokatlan neki. Köszönöm, hogy itt a Bánki Donát utca egyetlen homokszeme készít velem riportod. Inkább nekem kéne veled. Mi is a kérdés? A kérdés az az, hogy a hétvégi, így a hétvégi fellépéseket nélkülözvén... Sose volt olyan. Milyen érzés volt egy jó ladában, egy jó pilóta mellett ezt a versenyt? Kurva jó. Egy szóval, vagy kurva jó. Egy szóval kurva jó. És akkor mik a további tervek a vezetői karrieredet illetően? Hát az még kérdőjelekkel teli. Egy jó navigátorra nem gondolkoztál? De. Először is kéne egy pár milliót összeszednem, és akkor tudnánk továbbiakról beszélni. És akkor a filmszereplés, ebben a korban már nem szoktak ilyen... Milyen filmszereplés? Öreg emberekkel nem nagyon szoktak szerződést kötni a private csatornák, de te mégis az egyik vezető személy vagy ebben. Te búzarás! Szerintem inkább a te barátnődet kéne megkérdezni, mert ugye itt név szerint itt többet is föl tudnék sorolni, akivel itt ilyen intim kapcsolatban voltál, és itt meséltek itt a... Hát, hogy azért puha, hogy ne fájjon, meg nagyobb a harang, mint a kötél, és társairól. Hát igen, de ez van. Én ezt nem is szégyellem. Ja. Köszönjük szépen. Zárszóként valamit el tudnál mondani a tévénéző gyerekeknek? Lehet, a kisfiad is nézi, úgyhogy... Lehet. Kezeket a magasba, de kurva jó volt. Na, nagyon élveztem. Nem néztem ki a Zolikából. Zolikából őszintén negyedennyit sem néztem ki, de kurva jó. Hát Marosz TV köszönti, B. Szabolcs, Komlói és Sásdi versenyzőt, aki ezen a versenyen kivetközve magából hatalmas sikereket és időeredményeket ért el. Őt kérdezzük az elért eredményekről, és hogy a verseny hogy telt. Egy intenzív 3-4 percet szeretnénk összefüggő beszédben hallani. Nem lesz gond, nagyon szeretek beszélni. Köszönöm szépen, hogy a tévé megkeresett engem. Nagyon jó volt a verseny. Ez még egy kis csatorna, bocsánat. Hét, ja, értem. Most gondolnánk, ez RTL 2 helyet beiktatnánk. Van most már Super TV, igen, vagy Super TV 2 is van most már. Azt hiszem, most akkor lesz Hegyhát Marosz TV 2 is. Szép, szuper. 11-től pornó. 11-től?
pont hazaérünk, nem? Persze, de és még nem is alszol el olyan korán. Talán. Köszönti Notice Attilát. De most komoly, adj interjút a tévénéz a gyerekeknek. De akkor ne világíts a szemembe. Hát jó, de akkor nem látszol a tévébe. Szóval éppen arra a következtetésre jutottunk itt a gyönyörű kolléganőmmel, hogy neked márciusig van még időd. Utána addig kell lefutnod a hátralévő versenyeket, mert utána átveszi ifjabb Notice Attila a gépek fölötti kontrollt. De addig is mesélj erről a Baranya kupáról. Nagyon jó kis Baranya kupa volt. A felkészülésünket tekintve rendkívül jó. Szerintem nálunk kevesebb időt senki nem fordított erre a versenyre, maximum aki nézte. Ehhez képest nagyon jól sikerült. Tulajdonképpen kis hián teljesítettük, egy másfél gyorsaságit hagytunk ki. Vezetői hiba miatt. Nem, navigátor hiba miatt. Mert az nem volt itt. Minden körben mással mentünk. A kocsi megint csak jól működött. És ennyit tudok hozzátenni ehhez a majd. A mikrofon végén gyorsan, mert lejár a kazetta. Milyen volt a verseny? A verseny nagyon jó volt. Köszönjük az érdeklődésedet. Nagyon szépen szeretném megköszönni neked a közreműködést, a szerelést. Várja, megrázom a kezed. Köszönöm szépen. Bassza gyerek vagy. A fékre figyelj oda, bassz meg. A lógatás volt mondani. Az utolsó körben? Kopott gumik voltak? Biztos, hogy megegyeztek. Videó lesz. Jó sikerült. A vége az már jó volt. A navigátor mennyire vált be? A navigátor teljesen profi, nagyon remélem, hogy a közös együttműködést a továbbiakban is tudjuk folytatni. Nagyon profi a Misi, tényleg. Mit üzensz a tévénéző gyerekeknek, akik otthon magukat a Facebookon feltöltik és egy tükörbe fotózzák magukat? Bikiniben. Ojoj. Hát ez nagyon vulgáris lenne, úgyhogy ezt szerintem nem merem így élőadásban. Akkor egy szolidabbat, hogyha kéred. Hát húzzák a faszukra a Facebookjukat.